Lassan a vírus zakacsőt felé a fideszesek Márki-Zay Pétert. Szerző, AVG. Hú, sem fülnyírásra, sem tűzijátékra, semmilyen rendezvényre nem lesz pénz Hódmezővásárhelyen. Ismét előszedték az 1 milliárdos útfejlesztést, most Márki-Zay Péter polgármester hívott össze rendkívüli közgyűlést, által meg tudja győzni a képviselőket arról, hogy lassan kiürül a kassa. Nem sikerült. Nem lesz tűzijáték, nem lesz fülnyírás sem Hódmezővásárhelyen, mert a fideszes képviselők makacsul kitartanak amellett, hogy 1 milliárd forintból utakat, járdákat építenének a városban, holott erre nincs elég pénz a kasszában. Név szerint és tételenként szavaztak arról, hogy milyen költségvetési sorokból vennének el azért, hogy 1 milliárd forintból utakat, járdákat építsenek a városban. Csütörtökön este már nem először vitáztak erről a képviselők, 2 héttel ezelőtt volt olyan nap, hogy 4-szer is ülésezett a közgyűlés, de hiába, végül megszavazták az előterjesztést a többségben levő képviselők. Másnap a polgármester felfüggesztette az előterjesztés végrehajtását. Most azért hívta össze ismét a rendkívüli közgyűlést Márki-Zay Péter, által jobb belátásra bírja a képviselőket. A 2 héttel ezelőtt megtartott ülésen is kiderült, hogy nehéz forrást találni az építkezésekre, de azóta bizonyos költségek tovább nőttek, többen más munkahely után néztek a polgármesteri hivatalból, az ő szabadságukat is meg kellett váltani, ráadásul az addig alpolgármesteri posztokat betöltőknek, akik Márki-Zay megválasztása után lemondtak, végkielégítést kellett fizetni, így ez jelentősen megnövelte a február elején ezen a soron szereplő összeget. Ennél sokkal nagyobb tétel az 1 milliárdos összeg, amelyet akkor kell befizetnie a városnak a központi büdzsébe, ha nem tudnak szabályosan elszámolni 3-4 évvel ezelőtti támogatásokkal, most emiatt ostromolja a várost a belügyminisztérium. Ha nem sikerül megnyugtatóan rendezni, akkor nemhogy 1 milliárdot elköthetnének, hanem ennyit kellene mínuszban elkönyvelniük. A fideszes képviselőket azonban nem hatotta meg az üresedő kassa, még tételenként, név szerinti szavazással is ragaszkodtak a még március elején elkészített előterjesztésükhöz. Maguk előtt tolták a város már régen eltávozott a jegyzőjét, aki meglepő módon egyébként minden közgyűlésen ott ül. Most is kiállt amellett, hogy amikor az előterjesztés készült, akkor teljesíthetők voltak az akkori számok szerint az átcsoportosítások. Az senkit nem érdekel szemmel láthatóan, hogy változott a helyzet a polgármesteri hivatal munkatársainak távozása miatt, akik szinte kivétel nélkül kaptak munkát a Csongrád megyei kormányhivatalnál, illetve a járási hivatalnál, amelyet a voltai jegyző vezet. Illetve a belügyminisztériumnak is most jutott eszébe, hogy 3 évvel ezelőtt nem elszámolt összegeket behajtson a városon. Kérdeztük Hegedűs Zoltánt, a Fidesz frakció vezetőjét, hogy miért gondolják úgy, hogy ismerve a költségvetési számokat, mégis ragaszkodnak a milliárdos pénzköltéshez. Hegedűs, ahogy az ülésen is, azzal érvelt, hogy az előterjesztés elkészítésekor még volt pénz. Hogy most miért nincs, arról kérdezzem a polgármestert.